Hosszú évek óta hagyomány, hogy városi rendezvény keretében köszöntik a hölgyeket Dombóváron. Idén is színvonalas, teltházas koncertre érkeztek a vendégek. Idősebb nyugdíjasoknak nagyon jó kis program. Kicsit kimozdulunk, mert olyan nincs jó idő, és akkor társaságban van az ember, és nincs egyedül. Ezért nekünk nyugdíjasoknak ez a lényeg, a szép számok. Az előkészületekből az önkormányzati képviselők is kivették a részüket. Próbáljuk a városnak az igényeit kielégíteni minden szinten, a fiatalokat, a középkorúakat és az idősebbeket. És mindig örülünk, amikor a nyugdíjasok jönnek, mert ők ezt a márciusi 8-át és a nyugdíjasokról való megemlékezés napján is nagyon várják már a műsort előre. És a regisztrációs jegyek már hetekkel előbb elfogynak. Az idei városi nőnapi rendezvényen Kovács Gergő örökzöldeket adott elő. Hát nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek. Egyébként is volt mindig nőnap, de mostanában akármilyen rendezvényre hívjuk a dombóváriakat, nagyon szívesen eljönnek. Képviselőtársammal éppen erről beszéltünk, hogy milyen jó dolog ez. Ilyen sok boldog embert lehet látni. És nekünk ez külön öröm, hogy együtt vagyunk. Az önkormányzat a koncert mellett ajándékokkal is készült a hölgyek számára. Szintén hagyomány, hogy a műsor végén egy szerény ajándékkal kedveskedünk a hölgyeknek. Ez egy bombon, egy szál virág. Az idén a bombon mellett döntöttünk. Nyilván remélem, hogy mindenki ezzel is elégedett lesz és boldog. És mi annak örülök legjobban ilyenkor, hogy nyilván itt azért kétharmadban hölgyek vannak, egyharmadban urak, és őket mindig meg szoktam dicsérni, mert aki elkísérje a párját, igazán azt mondja, az üri ember. Kovács Gergő nőnapi dalestje nagy sikert aratott a hölgyek körében.